Két. Ja, igen. Ezek azok a képek, amikről egész végig beszéltem, de nem látom. Most már akkor látjuk. Szóval ehhez képest döbbenetes a változás, és a befogadónak is egy kicsit ijesztő lehet. Azután, hogy volt 20 év arra, hogy nem szeresse ezeket a kritikus tartalmakban a képeket, ahhoz képest, ami most történt. Én a Tatával vitatkoztam ezekről a képekről, mert szerintem ehhez a Pinocchio formához és ezekhez a nagy képekhez ezek szolgálnak vázlatként. A Tata állítja, hogy ezek nem vázlatok, hanem szerintem én valamiért azt képzelem, hogy ebben a méretben tanul meg létezni a Rita, ez neki az anyaföld, az anyanyelv, és itt találhatta ki magának ezt a dolgot, de ez egyáltalán nem mind van állítólag. Vagy nem tudjuk építeni, igaz? Nem tudom. Én azt hiszem, hogy innen indulhatok ki, és azok a pászatok alapján készültem ki, hogy egyszerűen annyira lepálta, hogy nem olyan tudom elhúzni másképpen, de azok úgy ne lehetne másképp. Itt látunk egy olyan képet, ami a vásonnak az az oldala, amit az első teremben, amit átfordított, vagyis nem a fordott át, hanem az egy átfordult kép. És ezt már nem beszélek, mert ezt már elmondtam, hogy itt azért jó ezt a két dolgot egyszerre látni, mert egyértelmű, hogy a Rita léptéket akart váltani, és itt még nem tudta megváltani a léptéket, és a témát sem. És ez egy átmenet, amiért nem volna a műnek az értékéből semmi, mert ezt majd amikor már hallottak leszünk, akkor szépen csak majd be el fogják nevezni egy népre, és tudjuk, hogy ez után a elmúlóészetben mi melyik okozta. És akkor én ehhez azért nem tudok a szót, mert erről beszéltem egész végig. Megdöbbentő volt, amikor megláttam, semmit nem értettem, és most már biztos, hogy benne gyönyörű. És azt nem tudom, hogy egyedül, mert nem élek Amerikában, és nem tudom, hogy másokat csinálnak. Elpillanatban az én tudomásom szerint ez egyedi, és mit a van. És hogyha bemegyünk a legbelső körbe, akkor ott még olyan képeket látunk, hogy egy pillanatban még átjöttük. Akkor ott van, itt látjuk megint ezt a tipikus Michael Jackson kalapban és a halál formájában. Ott a zöld mezőben is látszik nagyon jól ez a fofi. És hát nem tudom, hogy mennyire kérdéses ez bárkinek a kérdelet elég, hogy ezek a képek. Ezek nagyon szépen gondolom, hogy a klasszikus festészetnek a
És egyszerűen szerintem jól lehet velük együtt lakni például egy térben, nagyon jól lehetok velük képzelni egy csodálatos kanapén, és itt a múzeum falán is nagyon jól lehet magam képzelni őket, és én gyönyörűen láttam őket, és szeretnék egy ilyen magamnak. Szerintem ez a kép is eszméletlen szép, őrökeztés színei vannak. És mi úgy teszek azt hiszem utólag az egésznek a végére egy pontot, hogy ami bennem megmozdul nagyon erősen, azt szerintem sokan már megérték. Nagyon-nagyon nehéz egy női testben élni úgy, hogy elveszted a szépségényeidet, és nehéz feladatnak tűnik úgy még leélni egy életet, mert jó sok rész van még hátra sajnos, amiben például egy olyan művész, aki saját magának volt a modellje, az mit csinál egy olyan modellel, amit már mondjuk esetleg nem talál ő olyan szépnek, például azért nem, mert a társadalom, aki minket befolyásolóan mit tartunk szépnek és mit nem, az azt mondja, hogy ez már nem annyira szép. Valami más modell után kell nézni, ha szép dolgot akarsz csinálni. Márpedig ez is egy hihetetlen információ művészetről, de nekem nagyon-nagyon sok köze van egy festménynek a szépséghez is. És én azt mondom, hogy én a szépséget keresem a művészetben, ez nagyon mozdulatlan hangzik, és nagyon egyszerűen, éppen ezért mondom el, mert mellbevágó, hogy van olyan ember még, aki a szépséget keresi a művészetben, és ez egy nagyon nehéz időszak emberileg is, művészileg is, és szerintem sok fájdalom és bizonytalanság jön át belőlük, és azt hiszem, hogy találkozhatunk a saját érzéseinkkel szemben, amikor ezeket a képeket nézzük. Köszönöm szépen!